Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A legjobb 8 között szeretne végezni az Európa-bajnokságon Hellebrand Máté. Elkezdte a felkészülést az új idényre a Hürden Nyíregyháza Blue Sharks. Hazai pályán a Veszprém ellen kezdi bajnoki szereplését az A-Studio futszál. Szombaton 109 csapat részvételével elrajtol a 2022-23-as megyei foci szezon. A legjobb 8 között szeretne végezni a müncheni atlétikai Európa-bajnokságon Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló az elmúlt hetekben a szlovákiai Csorbató mellett gyűjtögette a kilométereket. Idén már nem először voltunk ezen a helyen edzőtáborozni, nagyon szeretünk feljárni a Csorbatóhoz edzeni, mivel most már az itteni nyár elég forró, és ott körülbelül 10-15 fokkal hűvösebb van, ezért a nyári főversenyre ott ideális a körülmény a felkészüléshez. Most 3 hetet töltöttünk fent a Csorbatónál, előtte 2 hetet, szóval majdnem 2 hónapot voltunk ezen a helyen, és szinte minden munkát sikerült elvégezni, amit elterveztünk. Kilométerben mennyit tettél a lábadba? 150-160 kilométert edzettünk. Ami még fontos, hogy ugye itt Nyíregyházán nincsenek emelkedős szakaszok, ahol ezt lehetne gyakorolni, vagy lehetne edzeni ilyen emelkedős részen. Ott viszont a hegyek meg a dombok miatt nagyon sok ilyen rész van, és hát ez azért is, hogy már nagyon meg lehet ott erősödni, és utána lejönni egy ilyen síkabb terepre, meg ugye a versenyeket is síkpályán rendezik, nagy előnyt jelent. Nagyon sűrű a verseny naptár atlétikában, ugye tavaly olimpia, idén volt már VB Európa-bajnokság, ami indul jövőre budapesti világbajnokság, plusz még ott van, hogy új a táv, 35 kilométer a leghosszabb táv, te Dudincén egyszerűen mentél 35 kilométer, milyen volt az 50 után? Nagyon szokatlan volt, ugye az 50 kilométer az majdnem egy 4 órás verseny, ez az új versenytáv, ez a 35 kilométer, ez meg 2,5 órás, szóval sokkal másabb edzéseket is kíván, felkészülést, és hát másabb taktikát is. Ezt még gyakorolni kell, felnőtt korban még csak most először versenyeztem, utána pótlás korosztályban már volt pár versenyem ezen a távon, de hát az 10 évvel ezelőtt volt, szóval vissza kell szokni, mindent be kell gyakorolni, a frissítéstől kezdve a taktikán keresztül mindent. Bízom benne, hogy a gyorsaságom nem múlt el, az egy hónappal ezelőtti amerikai világbajnokságon ott már rendezték ezt a számot. Ott nagyjából az látszódott, hogy inkább a 20 kilométereseknek fekszik ez az új táv. Majdnem ugyanazt a tempót tudják végig gyalogolni, mint 20 kilométeren. Szóval arra számítok, hogy nagyon gyors lesz az egész verseny, de most úgy is készültünk egyébként az elmúlt pár hétben, mint hogyha egy 20 kilométeres versenyen indulnék. Münchenben lesz az Európa-bajnokság, 8:30-es kezdés, mit lehet tudni a pályáról és a várható időjárási körülményekről? Hát bízom benne, hogy nem lesz olyan meleg. Megnéztük az előrejelzést, az azt mutatta, hogy ilyen 20 fok környékén lesz, szóval az még majdnem, hogy ideális. Egy 2x4 sávos úton lesz, egy 2 kilométeres pályán. Úgy láttuk, hogy árnyék nem nagyon lesz, hogy ezzel ez mindenképpen hátráltató tényező. Nagyon erős mezőny lesz. Most először az 50 és 60 fős mezőnyt lerövidítették 35 fősre, szóval csak 35-en fogunk versenyezni, viszont ez azt jelenti, hogy a legjobb 35. Itt már tényleg nagyon menni kell ahhoz, hogy az élbolyba tudjak maradni. Lesznek-e szurkolók München, azért nincs elérhetetlen távolságra? Igen, hál' Istennek megint a családom elkísér, illetve egy-két barát is, illetve a kint élő német ismerőseim is ellátogatnak. Azt mondták, hogy mindenféleképpen szeretnének szurkolni, ha már ott élnek kint, és ez bízom benne, hogy nagy erőt fog adni. Lesz még egy érdekesség, a magyar atléta válogatott nem repülőgéppel, hanem vonattal utazik majd Németországba. Volt már ilyen berészed? A pályafutásom során még nem, ez engem is meglepett, de bízom benne, hogy ez nem fog hátráltatni. Lesz még 2 nyíregyházi versenyző, Szikszai Róbert és Bakusi Péter, meddig leszel kint Németországban, hiszen az EB elején lesz a 35 km-es gyaloglás, lesz-e lehetőség megnézni őket? Igen, nagyon, nagyon örülök neki, hogy nem egyedül fogok
versenyezni Nyíregyházáról, hanem Petivel és Robival is. Sajnos nem fogom őket látni, mert én kedden leversenyzem, és én már másnap már jövök is haza. Készülünk a szeptemberi versenyekre, ezért sok pihenésre nem lesz időm. A legfontosabbat nem is kérdeztem még, ugye egy picit ismeretlen beugrasz, majd fejest Németországban, mivel lennél elégedett? Az első 8 helyezéssel lennék elégedett, de mivel új távról van szó, ezért magamhoz képest szeretnék egy egyéni csúcsot menni, illetve az 1999-es országos csúcsot is szeretném megdönteni, amit Urbanik Sándor tart 2 óra 32 perccel. Ha ezen belül gyalogolok, akkor már elégedett leszek. Elkezdte a felkészülést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Pető Ákos vezetőedző egyelőre a magyar játékosokkal dolgozik, a légiósok augusztus 20-dik után csatlakoznak a kerethez. Mennyi időt, energiát emésztett fel megtalálni azt az 5 kosarast, akik anyagilag is megfeleltek a klubnak, és remélhetőleg játék tudásban is hozzá tudják majd tenni azt a pluszt, ami szükséges egy jó szerepléshez? Igen, kemény nyarunk volt ilyen szempontból is, hiszen most egy kicsit már más volt a piac, mint tavaly. Tavaly még inkább a Covid határozta meg, szerettek volna a játékosok minél hamarabb, minél biztosabb helyekre kerülni. Idén pedig visszaállt minden egy kicsit a régi kerékvágásba, meg kellett várni, míg az NBA előszobájának számító Summer League is véget ér, úgyhogy egy picivel minden később lett meg, de meg lett, és annak örülök, hogy 5 légiósra el tudjuk kezdeni. Mind az 5-nek aláírt szerződése van, és az augusztus 20-ai hétvégén érkeznek is Nyíregyházára. Érkeztek magyar játékosok is, mennyire volt bő a kínálat a magyar piacon? Próbáltunk frissíteni egy kicsit a magyar állományon. Ugye voltak, akik már nem szerettek volna maradni, voltak, akikkel mi nem szerettünk volna folytatni a közös munkát, viszont azt gondolom, hogy összességében erősödött a keretünk, már csak azért is, mert egyet több légióssal tudunk kezdeni, illetve sikerült Fazekas Csabát is hazahoznunk, aki szerintem egy komoly játékos múltán rendelkezik már fiatalkora ellenére, úgyhogy azokkal a magyarokkal, illetve ezzel a légiós kontingensen kiegészülve, én bízom benne, hogy jobbak lehetünk, mint tavaly. Tavaly sem szerepelt rosszul a csapat, nagyon sok éles meccset játszott azokon a meccseken is, ahol vereséges szenvedett. Azt szokták mondani, hogy az első évben még egy újabb csapatot visszalendület, a második év nehezebb, mint az első. Egy nagyon kiegyenlített bajnokság volt a tavalyi, most milyenre lehet számítani? Szerintem hasonló bajnokságra lehet számítani, az biztos, hogy senki nem fog minket már lebecsülni, azért voltak olyan skalpok idén is, itt a tavalyi szezonban, ami után senki nem mondhatta azt, hogy győzni érkezik Nyíregyházára, vagy hogy lebecsülne minket. Én azt gondolom, hogy most már ebbe az évben mindenki komolyan fog venni minket, úgyhogy vége ennek az újonc szezonnak, de nem lehet más a célunk, mint a biztos bemaradás, és próbálni megugrani azt, hogy esetlegesen jobban szerepeljünk, mint a tavalyi év során. Úgyhogy én azért titkon remélem, hogy a legjobb 10-be sikerül oda kerülnünk. Összeállt-e már teljesen a felkészülési program? Nagyjából igen, én azt gondolom, hogy minden mérkőzésünk le van kötve. Egy szlovák csapattal fogunk egy oda-visszavágós mérkőzést játszani, úgymond ilyen felhozó mérkőzés gyaránt, majd lesz a Sitkuernő emléktorna, amire a szolnoki olajbányász, a Deac, Tungsram, illetve a budapesti honvédesek kapott meghívást. Játszunk még a Debrecennel egy oda-visszavágót, és minden jól, még a honvéddel is megmérkőzünk, tehát 7-8 olyan edzőmérkőzés lesz, ami ilyenkor kell ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni egy jó szezont. Lassan vége a nyárnak, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a kékcápák is elkezdték a felkészülést. A játékosok pihentek, de azért gondolom számomra mozgalmas volt az elmúlt néhány hét. Így van, hát tervezni kellett a szezont, illetve még múlt héten játékos keresésben voltunk, de úgy is volt a terv, hogy a felkészülést már úgy kezdjük meg, hogy megvan a játékos keret a következő szezonra. A légiósok később érkeznek, egyelőre magyar játékosokkal kezdtél el dolgozni. Hogy néz ki a felkészülés első időszaka? Igen, ez ilyen csonka hét, egy kicsikét, hogy el tudjuk kezdeni a munkát, tehát ráhangoló jellegű. Napi egyedzéssel kezdünk a héten, illetve jövő héttől azért már a napi 2 előkerül, és az egy kicsikét erősebb hét lesz, és az utána héten már teljes csapattal, tehát a külföldi játékosok is csatlakozni fognak hozzánk. Egy ilyen hosszabb kihagyás után már szerintem minden játékos mozgott valamennyit a nyári szünetben. Mi az, amire leginkább oda kell figyelni? Mi az, aminek leghamarabb vissza kell jönnie? Arra kell figyelnünk, hogy a kosárlabda megénye speciális mozgásokat, felugrás, leérkezés, abból fordulások, megindulások, azokkal kell óvatosan bánni, tehát arra kell felkészíteni a játékosokat. Jó formában jöttek amúgy vissza most a teszteket, és megcsináltuk, tehát abszolút nincs senkivel probléma. Viszont ez, hogy az agyuk is idegrendszerük hozzászokjon ehhez, illetve újra felvegyék ezeket a mozgásokat, ez a nehéz, ezekkel kell egy kicsit óvatosan bánni az elején, viszont amikor ez már visszajön, utána lehet őket komolyabban terhelni. Ugye a bajnokság októberben kezdődik, de azt szokták mondani, a nagy dolgok tavasszal dőlnek el, ennek függvényében állítod össze a felkészülési programot és majd a következő hónapok edzésprogramját? Igen, egyértelműen, ami egy kicsit
érdekessége lesz a csapatnak, hogy nagyon fiatalok leszünk, pont a Bazsó Brunónak mondtam, hogy úgy készül, hogy ő lesz a második legöregebb játékos 27 évével. Tehát sokat fogunk edzeni, meg kell is edzenünk, meg szerintem is fogják bírni a fiúk, és valóban azért nagy terhelést és intenzív terhelést kell kapniuk. Edzőmeccseket is így próbáltuk, hogy olyan ritmusba jöjjenek, hogy legyen azért ott is terhelés, de igen, megpróbáljuk majd a tavaszra élesíteni őket. Ez lesz a második év a feljutás után. Jelent ez abból a szempontból valamit, hogy a légicsok számára viszont egy teljesen új bajnokság lesz? Igen, ez érdekes lesz, hogy hogy tudjuk őket majd beintegrálni, illetve ezért is szerettem volna, hogyha már egy kicsit hamarabb itt vannak, és edzőmeccseken tudjuk őket nézni. Annak is, hogy az is érdekesség, hogy három abszolút újonc van európai kosárlabdában, tehát nekik ezt az európai kosárlabda közeget meg kell szokni. Pár szabályban azért van eltérés is, tehát ez is nehézség lesz, de ezért szerettem volna, hogy augusztus 22-től már mindenkit legyen, és örülök, hogy ezt a vezetőség elfogadta és meg is tudtuk valósítani. Hétfőn a Veszprém ellen kezdi a bajnoki szereplését az A Studio Futsal Nyíregyháza csapata. Az NB1-es újon célja a biztos bennmaradás. Két éve kezdtünk bele ebbe a futsal vonalba, illetve ezzel komolyan foglalkozni. NB3-ból már első évben följutott a csapat, és az A Studio olyan messzélessége mellé állt, és az Esport Kft. Is olyan energiákat mozgósított, hogy sikerült följutnunk másodosztályból is első osztályba, ami azt nem mondom, hogy egy nem várt siker volt, hiszen az első bajnokság első felében tavaly azért nagyon jól szerepelt a gárda, és akkor úgy tűztük ki azt a célt, hogy próbáljuk megtartani a feljutó 2-3 helyezés egyikét, illetve ha sikerül osztályozón feljutnunk, akkor az még jobb, és sikerült, szóval egy első osztályú csapatot kiütve osztályozón, két évben belül két osztályt ugorva, első osztályú az A Studio futsal csapata. Azt látjuk a kosárlabdánál, röplabdánál, de bármelyik csapatsportágnál, hogy nagyon nehéz minőségi játékosokat igazolni, ez mennyire sikerült megoldani? Volt egy nagyon jó alapunk, tehát azért nem véletlen volt az, hogy egy első osztályú csapatot ütöttünk ki, illetve kupába is már ütöttünk ki első osztályú csapatot a tavalyi évben, tehát volt egy erős alapunk. Ehhez igazoltunk most 3-4 olyan magyar játékost, akik már nagy pályán letették itt a megyében a névjegyüket, illetve volt kettő toborzónk is, ahol próbáltunk olyan tehetségeket összegyűjteni, akikre lehet alapozni, hiszen itt is ebben a sportágban is fiatal szabálynak kell megfelelni, illetve maximum két légiós foglalkoztatása lehetséges, úgyhogy próbáljunk helyi, megyei, nyíregyháziakra támaszkodva első körben bennmaradni az élvonalban. A kosárlabda és a röplabda mellett az Élsport Kft.-hez tartozik a futszal is. A két említett sportág nézőszámait nagyjából ismerjük. A futszal talán nem véletlenül hétfő esti program mindenütt szerte az országban. Milyen nézőszámra lehet számítani, van-e már egy kis tábor a csapatnak? Nagyon szépen alakult egyébként már a szezon vége, hiszen már az osztályozóra is 200-300 ember kilátogatott. Én azt gondolom, hogy egy ilyen új feltörekvő sportágnak, főleg Nyíregyházán, ez egy nagyon komoly eredmény másodosztályban. Nagyon szeretném, hogyha ez még tovább nőne, hiszen akik futball szeretőek, és mondjuk hétfő este nincs programjuk, ennél jobbat talán nem is találhatnak. Igen, országos szinten általában hétfőiek ezek a mestapok, szerintem már ehhez hozzászokhattak a futsal kedvelők, úgyhogy nagyon szívesen és nagyon nagy szeretettel várjuk a nézőinket. Augusztus 15-e hétfő az első mérkőzésünk, majd utána nyilvánosságra hozzuk a menetrendet. Milyen változtatásokat terveztetek a keretben a feljutó csapathoz képest, és mi sikerült ebből megvalósítani? 4 hete kezdődött a felkészülésünk, próbáltuk egyben tartani a csapatot, hiszen ők érték el ezt a sikert, hogy az NB1-be meg tudják mutatni magukat, és ehhez ragaszkodott a vezetés is, és én is, hogy adjuk meg mindenkinek az esélyt. Próbáltunk erősíteni, igazoltunk 2 fiatal játékost, akiknek van NB1-es tapasztalatuk, összességében a csapat az együtt maradt, és így kezdődött el a munka. Milyen jellegű munkát végeztetek az első 1-2 hétben, és hol tartotok most? Igen, július 6-án kezdtünk, és ott hát az erőnléten volt a fő hangsúly. Azóta pedig a védekezés próbálom összerakni a fiúknál. Lehet, hogy már kicsit unják is, de mondtam nekik, hogyha a védekezés működik, akkor abból lehet építkeznünk. Kontrázni egész jól tudott MB2-ben is a csapat. Ezen volt a fő hangsúly, és most fogunk majd váltani átmenetbe, tehát a támadások építése, és utána pedig következik az első bajnoki mérkőzésünk.
nagypályás futballban azt mondják, hogy az osztályok közötti legnagyobb különbséget leginkább az erőnlét, a gyorsaság és a technikai képzettség mutatja, futszában is ez a helyzet. Igen, ez így van, tehát hogyha jó erőben leszünk, amiben bízunk, és az edzőmet csak tapasztalat és azt mutatják, hogy erőlét ügyileg nem lesz problémánk, akkor azzal tudjuk kompenzálni a esélyesebb csapatnak a tudását, mivel ez kisebb területen van ez a játék, tehát 40x20-as pályán játszunk, és így egy picivel könnyebb, tehát hogyha lábbal tudunk melúzni, akkor lehet keresni valunk. A technikai tudásban a játékosok egyénileg egész ügyesek, tehát nekem is meglepő volt, hogy játszottunk két NB1-es csapat ellen, és ott megmerték csinálni, amit tudnak, amit edzésen is láttam tőlük, meg már amit NB2-be is. Annyi, hogy a játék gyorsaság kicsivel gyorsabb, és ezt a ritmus kellene felvennünk. Újonc lesz a csapata az NB1-ben, de egy picit átalakult az NB1 mezőnye is. Mennyire lesz vakrepülés az első szezon? Van 4 NB2-es csapat, aki feljutott, ilyen még nem volt a futsal történelmében. Most ez van, velük fel kell vennünk a verseny mindenképpen, és a jobb csapatok ellen, akik már tapasztaltabbak, minőségi külföldi igazolásaik vannak, rutinosabb NB1-es múlttal rendelkező magyar játékosokkal rendelkeznek, velük pedig egy jó meccset kell játszanunk, és a célunk az, hogy a legrosszabb esetben a 10. helyet megszerezzük, tehát az a biztos bemaradó pozíció. Ezt vázolta a vezetés is számomra, hogy ez a cél. Én úgy gondolom, hogy ez a garnitúra alkalmas erre, és meglátjuk, hogy a meccs drukka a meccseken, hogy tudják visszaadni azt, amit gyakorlunk napról napra, hétről hétre. Mennyi segíthet a hazai meccseken a közönség? Bízunk benne, jó volt a rájátszás első meccsén, hogy kijött nagyon sok ember, és kérjük is őket, hogy támogassanak minket, buzdítsanak minket, hogyha beleszaladunk egy nagyobb pofonba, akkor se pártoljanak el tőlünk, mert ez egy szerethető helyiekből álló brigád, és mindent megteszünk annak, hogy jövőre is NB1-es legyen az A-Studio Futsal Nyíregyháza csapata. Szombaton elrajtol a megyei foci szezon. Az aktualitásokról Kvaka Árpáddal, az MLS megyei igazgatójával beszélgettünk. Ami a felnőtt együtteseket illeti, 109 egyesület kezdi el reményeink szerint a bajnokságot. A megyei első osztály már most hétvégén elindul, valamint a megye harmadosztályba a 16 fős csoport, a szamos csoport szintén most hétvégén kezd. A többi felnőtt bajnokságunk 2 hét múlva, tehát augusztus 27-28-ai hétvégén indul el a 3x14 csapatos megye 2, illetve a másik 3 megye 3-as csoport. Vannak szinte minden évben csapatok, amelyek vagy menet közben dobják be a törölközőt, vagy nem indulnak el egy új bajnokságban. Most vannak olyanok esetleg, akik visszatérnek. Igen, van. Nagy örömünkre szolgál, hogy azért egy olyan nagy múlttal rendelkező település, mint a Demecser, ismét van futball, vagy szintén hosszú évek után újra van futball Nyírbogdányban, illetve Tiszakóródon, legalábbis újra lesz. Bízunk benne, hogy hosszú évekig ismét rajta lesznek a megyei futball térképén ezek a települések. Mint mindez, a futballhoz is pénz kell, itt megyei szinten az MLS vagy a megyei igazgatóság milyen segítséget tud adni a csapatoknak ahhoz, hogy elinduljanak a bajnokságban? Az egyesületeknek alanyi jogon jár, amikor beneveznek az MLS által a 90%-os versenyeztetési támogatás. Ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség 2011 óta tudja biztosítani valamennyi amatőr státuszú egyesületnek. Ez azt jelenti, hogy a TAO-ból a 90%-át a nevezési díjaknak, a játékengedélyi díjaknak, a játékvezetői díjaknak mind-mind a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. A csapatoknak így, tehát csak 10%-ot kell fizetni az MLS, illetve a megyei igazgatóság felé. Azért ez egy óriási nagy segítség az egyesületeknek. Ezen kívül ugye voltak több pályázati lehetőség, szinte minden évben, gondoljunk itt a defibrillátor pályázatra, esetleg volt olyan, hogy külön lehetett korlátokra, futballkapukra, tehát egyéb ilyen eszközökre pályázni, valamint minden évben van ugye a TAO pályázat, ahol szintén az egyesületek a maguk kis sporttelepének a fejlesztésére beírhatnak pályázati dolgokat, akár sportfelszerelést, akár mondom a biztonsági kerítéstől kezdve, a labdafogóhálón keresztül, az öltöző felújításon át. Itt is azért van egy bizonyos önerő, az attól függ, hogy milyen tárgyi eszközre vagy egyéb sportszerre írnak be pályázatot, de a jelentős részét a Magyar Labdarúgó Szövetség tudja mellé tenni, vagy a TAO-ban ugye az egyesületeknek kell összeszedni a cégektől. A TAO segít az utánpótlás csapatok versenyeztetésében is. Az utánpótlás bajnokságok mikor indulnak, milyen korosztályokban?
Szeptemberben indulnak el az utánpótlás korosztályok, illetve hát a legmagasabb korosztály, az U19, az a felnőttel együtt indul, tehát az azt jelenti, hogy a megyei első osztály U19-es bajnoksága most hétvégén rajtol a felnőttekkel, a megyei másodosztály U19-es bajnokság pedig 2 hét múlva indul, viszont az U16, az U14-es fiú, a leány utánpótlás bajnokságok az mind szeptember hónapban, valamelyik ugye az első hétvégén, valamelyik a második hétvégén, ez attól függ, ugye, hogy adott esetben egy-egy korosztályban a benevező csapatokat, amikor csoportokra bontottuk, akkor ugye hány csapat szerepel, olyan 10, 11, 12, 13 fős csoportokra lehet számolni. Általában ezt így szoktuk tudni elosztani keleti-nyugati csoportokra, valamint hát nem utánpótlás, de az öreg fiú bajnokságunk is, amely ugye már a felnőtt bajnokságból kiöregedő, de még mindig jó kondícióval lévő futballistákat tömöríti, az is szeptember hónapban fog elindulni. Mikor rajtol majd a futszál szezon a megyében? A futszál bajnokság most egy komoly változás lesz, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség nagyon megszigorította a megyei bajnokságok kiírását is. Ezek szerint most megyei bajnokságot csak őszi-tavaszi rendszerbe lehet kiírni, ami azt jelenti, hogy csak szeptember, október, november, valami március, április, május hónapban lehet rendezni bajnoki mérkőzést, méghozzá úgy, hogy csak hétvégén, és egy mérkőzés játékideje 2x35 perc futóórás. Ezt ugye végig beszéltük itt a versenybizottság, és ezt a megyei csapataink biztos nem tudják bevállalni, úgyhogy azt a döntés született, hogy nem engedjük el a futszált, de torna rendszerű bajnokságokat fogunk indítani, ami azt jelenti, hogy a futszál ugye eleve a labdarúgás kiegészítője, és akkor, amikor a labdarúgásban van egy kis holtidő, nem játszanak ugye bajnoki mérkőzéseket, ez a december, január, február, március hónap, akkor fogjuk kiírni a futszál torna rendszerű bajnokságainkat, mind a fiúk, mind a lányoknál, és akkor így egész évben lehet majd versenyeztetni a gyerekeket. A bajnokság mellett a Magyar Kupában is pályára lépnek majd a megyebeli csapatok. Mikor kezdődik a sorozat, a 2022-23-as sorozat? A 22-23-as megyei selejtezők, megyei kupa selejtezők augusztus 24-én szerdán kezdődnek, hétfőn délelőtt volt meg ennek a sorsolása. Az elmúlt években ilyen sok csapat még nem jelentkezett, 29 együttes adta be a nevezését, nagy örömünkre. Az első fordulóban ugye 26 csapat lép pályára, és hát van 3 megye 3-as csapatunk is. Aztán még a terveink szerint idén még egy fordulót rendezünk, a következő fordulókat pedig már a 2023 tavaszi szezonban tervezzük megrendezni. Már jó ideje tart az átigazolási időszak, és még tart is a hónap végéig. Milyen a játékos mozgás a megyében? Ahogy az várható volt, azért a szabad átigazolási időszakban azért igen nagy volt a játékos mozgás, mint minden évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Még ebben a hónapban, tehát augusztus 31-ig válthatnak klubot az utánpótlás és a felnőttkorú játékosok is, igaz, most már nem szabadon, ez azt jelenti, hogy csak abban az esetben tudnak eligazolni jelenlegi egyesületüktől, ha a jelenlegi, azaz az átadó klub elengedi, aláírja a lepecsétre az átigazoló lapot. Egy nagyon fontos kérdés a játékvezetői kérdés, ugye minden meccsen szükség van játékvezetőkre, létszámban, minőségben hogy áll a megye? Igen, ez egy nagyon kardinális kérdés, sajnos folyamatosan egyre kevesebb játékvezetőnk van. Tudjuk, hogy ugye azért munkahely mellett csinálják ezt a tevékenységet hétvégente, és bizony nagyon sokan úgy döntöttek, vagy egyszerűen nem fér bele már az idejükbe, úgyhogy ismét csökkent a játékvezetői létszám. Próbálunk ez ellen tenni, méghozzá úgy, hogy ősszel is szeretnénk beindítani egy játékvezetői tanfolyamot. Eddig ugye mindig csak az év elején indítottunk, most terveink szerint most is fogunk, viszont várható lesz, hogy sajnos igen, megyei másod, megyei harmadosztályokban szeptember végétől, októbertől elképzelhető, hogy nem fogunk tudni minden mérkőzésre 3 játékvezetőt biztosítani. Mindent megteszünk, de sajnos a létszám az kevés. Ne menjünk semmiképp a dolgok elébe, de milyen a tapasztalat, milyen hangulatok a mérkőzések a megyei osztályokban? Ugye még csak az edzőmeccsekről beszélhetünk, hivatalos edzőmérkőzésekről ilyen komolyabb probléma nem érkezett, de sajnos látjuk azt, hogy az NB1, NB2-ben mostani első egy-két fordulóban mi történt. Feszült a társadalom, nagyon tartok attól, hogy ez a megyei futballpályákra is kihatása lesz, úgyhogy arra szeretnék kérni minden megyei futballban résztvevőt, hogy legyenek szívesek a feszültséget ne a pályára vinni, hiszen ne ott éljék ki magukat, csak a futballal foglalkozzanak, és remélem, hogy sportszerű keretek között zajlik majd ez a 2022-es őszi bajnokságunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!